Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében. Mi urunk Jézus Krisztus, kegyelme az Atyaisten szereteten, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájtokkal. Krisztus föltámadását ünnepeljük, kedves testvérek. Jézus Krisztus, mitán nagy pénteken értünk, életét áldozta, hogy elvegye a világ bűneit, a mai nap hajnalára a mindenható Isten föltámasztotta őt a halálból. Ezt ünnepeljük. Krisztus föltámadása a mi föltámadásunknak a záloga is. Legnagyobb ünnep valamennyünk számára. Hiszen, hogyha Krisztus nem támadhatna föl, akkor hiába a mi hitünk, mondja Szent Pál apostol. Kedves testvérek, a Szent Mise áldozatban együtt imádkozunk, évvel ezelőtt közülünk eltávozott kis gyerekkel, Bogicával, aki a Istennél, az angyaloknál van, és egyben imádkozunk Bajor Jenő, tárnoki plébános atyáért is, aki 10 évvel ezelőtt hunyt el. Adja a Isten, hogy kis testvérünk Istennél imádkozzon a szent angyalokkal együtt, miértünk és az ő szerető szüleiért, rokonaiért. És Jenő atya pedig, mint pap, imádkozzon, hogy mind több papi és szerzetes hivatás legyen, akik Isten szolgálatát választják. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Imádkozzunk egymás megtéréséért és saját magunk Krisztusban való megújulásáért. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. De elől van még sok ülőhely, nyugodtan balagjanak előre bátran, ne szégyenlősködjenek, és foglalnak itt elől helyet, kedves testvérek. Nagy dicsőséged.
könyörögjünk. Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztusorunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk, amirunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lelked egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától, egész Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézus szent lélekkel és hatalommal. Ő pedig ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, a látható alakban megmutatta őt, de ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és a holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Ezt a napot az Úr Isten adta, jobbja fölemelt engem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit. Ezt a napot az Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. A kő, amelyet az ők félre dobtak, íme az vált szeglet kővé. Mindezt az Úr vitte végbe, csodálatra méltó a mi szemünkben. Ezt a napot az Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.
az égiekre irányulja a figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életeket Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És az a lelkedben! Evangélium Szent János könyvéből. A hétes napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, kit Jézus szeretett, s hírlatta nekik. Elvitték az urat a sírtól, és nem tudom, hogy hová tették.
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta az otthagyott gyors leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, mely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadni a halálból. Ezek az evangélium igéje. Kedves esérek, kedves gyerekek! Mikor kisgyerek voltam, akkor nagy-nagy lázas izgalomban kora reggel már a lakás többször át fésültem, hogy a nyuszika hozott-e valamit. Ugyan a szüleim mindig mondták, hogy hát nem nagyon érdemlem meg, de elképzelhető, hogy mégiscsak valamit azért fog majd hozni a nyuszika, és hát legnagyobb örömömre aztán azért mégis ott valamelyik sarokban megtaláltam, de a nyuszika hajnalban vagy éjszakát, hát én nem tudom, mindig valamilyen furcsa, csodálatos módon, mint hogy a Mikulás bácsi szokott jönni, hát valamit ajándékot hozott. És hát nagyon örültem a csoki nyuszinak, a tojásnak, a különböző kis ajándékoknak. Azért volt mértékletesség, tehát nem az volt a lényeg, hogy mennyiség, hanem hát, hogy ott volt és gondolt ránk, meg a testvéremre, meg én rám. Mikor a unokatestvérem ott volt, akkor hát persze ő rá is a nyuszika gondolt, de azért a legnagyobb ajándék az akkor volt, amikor együtt elmentük a templomba, mint majd most itt vagyunk a templomban együtt, és közösen adunk hálát a jó Istennek, hogy igazából mi örökké boldogan élhetünk. Mert azért a csoki nyuszi, hát hogyha nagyon jó, az ember nem tudja, hogy hol kezdje, a lábbütykénél, vagy a fülinél, ugye, enni a csoki nyuszit, de hát előbb-utóbb el fog fogyni. Meg hát az a finom csokoládé, a Halom TV veszi a misénket, hála Istennek egyéb, nagyon sokan követik a televízión keresztül is a szentmisét, ezután is nagy-nagy köszönet érte. De hát nem merem mondani, milyen csokik voltak, nagyon jó csokik voltak, mert ugye reklámozni nem nagyon lehet, mondjuk jó csokik. És tehát elfogyott. Viszont az, hogy Krisztus él, és velünk van, közöttünk van, szívemben van, és elhoz nekünk a mennyországot, az soha nem fogy el. A szeretet soha, de soha nem fogy el. Olyan jó volt, amikor a húsvéti sonkát felszeletelte a anyukám vagy nanéném, mikor Németországon nálunk voltak, a nagy nehezen vissza Evickétek 56-ban menekültek ki, és együtt volt a család, és együtt ünnepelhettük a szeretetet. Nem egy fogalmat, nem a sonkát, nem a csoki tojás, meg a nyuszit, meg nem tudom micsodát, hanem a szeretetet, Krisztust. És annyira szomorúak voltunk, amikor elváltunk egymástól, rokonainktól, de tudtuk azt, hogy az Úristenek a szeretete, Jézus szeretete egybe kapcsol bennünket. És a templomban megélt boldogság, hogy együtt lehetünk Jézussal, az mindenek fölötti volt. Nem is emlékszem arra, hogy valaki ne járt volna a templomba, amúgy az időben mondjuk a rokonaim közül, mindenki elment. Biztatok mindenkit, kedves esőrek, hogy ne csak a mai napon örvendjünk, újjongjunk annak, hogy együtt lehetünk itt a templomban, meg Jézussal, hanem hát minden vasárnap egy húsvét.
vagyis pontosabban a föltámadásnak a napja, az Úr napja, ami beragyogja a mi életünket. És ennek a ragyogásában, ennek a fényében tudjuk látni az életnek a szomorúságait, fájdalmait úgy, hogy fölülemelkedünk rajta. Aki a hegy lábánál dünnyög, és azt mondja, hogy hát magas ez a hegy, bizony föl kéne menni, de hát láttam volna a szép képes lapot, hogy milyen gyorsak, azt nézegeti, hát soha nem lesz az az élmény, hogy ő fölkapaszkodott a hegyre, és onnan néz vissza. Kell egyfajta bátorság, egy elszántság, egy akaraterő, hogy legyőzze az ember a napi vagy heti lustaságot, és eljöjjön ide a templomba, és vissza tudjunk tekinteni az elmúlt hét, elmúlt időszak rögeire, mindenfajta szúrós bozottjaira, és tudjuk azt mondani, hogy jaj, de jó, együtt vagyunk. Mert a hegycsúcson nem csak visszatekintünk, hanem közelebb vagyunk egy kicsikét a Jóistenhez, ami szívünkkel, lelkünkkel, és hát egymáshoz is. Egymáshoz is. Megélni a közösséget a templomban. Sokan mondják, hogy hát én ugye magam módján szoktam azért úgy imádkozgatni, hogy a magam módján én is vallásos vagyok, hogy a magam módján, hát én is úgy el vagyok. Hát ez nyilatkozatosan jó dolog, hogy aki magam módján el van, hát képzeljék valaki a másik módján lenne el. De hát mégis csak az a nagy ajándék, hogy kedves testvérek, hogy együtt vagyunk. Mert ugye a magunk módján, hogy elgondoljuk a szeretetet, ami gyerekünkkel, az mi feleségünkkel, férjünkkel, hát ugye a magunk módján jó-rossz kapcsolatot tudunk építeni. Hát képzeljük el, hogyha egy férj meg a feleség azt mondja, hogy tudod mit, hát én magam módján úgy szeretlek téged, hogy arra megyek 10 kilométer, szépen gondolok rád. Ugye? Vagy a gyerekére ezt mondaná, hát tudod, szeretlek téged kisem, de hát a magam módján, hát ugye nem nagyon találkozunk. Hát a találkozásnak az örömét éljük meg itt a templomban, azt a sokféleséget, az egyik ilyen, a másik olyan, a másik amolyan, de együtt adunk hálát a Jóistennek. És együtt köszönjük meg az Istennek azt, hogy az élet győzött a halál fölött. Hogy mindennek értelme van, kedves testvérek. A rossznak kiváltképpen. Kazap Istvánnak a halálának 100. évfordulója van ebben az esztendőben, ez a kiváló 19 éves fiatalember, aki nagyszerű tornász volt, különböző vallásos közösségnek a tagja volt, cserkész is volt többek között, és nagy beteg lett. Miután belépett a Jézus társaságába, a jezsuita szerzetes közösségbe, és ahogy az Istennek a hívását elfogadta, sorra jöttek a betegségek. És nem azt mondta, hogy hát Isten most, ez milyen üzlet ez? Hát most nem működik a bartel. Hát én odaadtam önmagamat, de meg ezt kapom cserébe. Hanem azt mondta, Istenem, köszönöm neked, Jézusom, hogy vele egyedül szenvedhetek. És akkor, amikor már nem tudott beszélni, amikor már fölmetszették szegénynek a gégét, hogy rákos volt, és 19 évesen az utolsó szavja azt mondta, hogy ne búsuljatok, vár a mennyország, majd odafönn találkozunk. A fiatal embernek milyen hite volt. És egész biztos, kedves testvérek, hogy a Jóisten ezeken a nagy-nagy nehézségeken keresztül bennünket alakít és formál. És ezek az életpéldák erőt adnak nekünk, hogy van mennyország. Nem állhatunk meg a földi életnek a csipcsup dolgainál, meg a nagyobbaknál sem csúnyán nézett rám. Ugye, hányszor hallja ezt az ember, hogy nem köszönt nekem. Hát akkor köszönök én. Nem köszönt, köszönök én. Ugye? Tehát ő kezdte. Hát akkor még meg miért folytatom? Ugye? Hát szóval gondoljátok csak el. Hát Jézus, amikor ugye, nagy csütörtökön. Hát ott van az a szerencsétlen Júdás. Jézus nem azt mondja, hogy na ide figyelj, Júdás barátom, megmosom a többiek lábát, a tiédet azért azt nem fogom megmosni, mit képzelsz te? Jézus nem azt mondja Júdásnak, hogy én odadom önmagamat, ez az én testem, ez az én vérem, de Júdáskám, hát ezeket nem adom oda önmagamat. Hát mit? Hát nem érdemled meg? Persze nem érdemli meg. Ki mondta, hogy megérdemli?
Hát ő sem azért tesz, mert megérdemli. Miért? Önök azért élnek itt a földön, mert megérdemlik? Senki nem érdemli meg. Ajándékba kaptuk. És Jézus oda borul Júdással, és megmossa a lábát. És odaadja az ő áldozati testét és vérét Júdásnak. Az ő Júdásossa mi lett? Jóisten tudja. Péternek is odaadja, és hát Péter háromszor tagadja meg is. És aztán Péter keservesen bűnbánatot tart. Ezzel azt szeretném csak mondani, kedves esetleg, hogy nem azért szeretünk, mert majd jól viszont szeretnek bennünket, egyet fizet, kettőt kap, volt egy ilyen mondás, sőt, hármat, mert húsvét van, hanem azért, mert jó szeretni. Tehát a legnagyobb gát mi saját magunk vagyunk, ami mi rossz szokásainkkal, irítségünkkel, féltékenységünkkel, mindenfajta önzésünkkel. Fölül kell emelkedni. Fölül kell emelkedni. Mindig szoktam mondani, hogy olyanoknak kell lenni, mint a helikopter. Helikopternek van egy jó nagy hajtó csavarja, amiért fölül pörög, ugye, az fölemeli, ugye, és nem áll meg azon a területen, a dagonyában. Fölül emelkedik, és van egy hátsó propeller, pedig viszi előre. Hát én a keresztény élet is, kedves testvérek, fölemelkedik, és utána megy előre. Előbb emelkedik, föl, utána megy előre. Nem ám előre megy, aztán emelkedik, fölemeg helyből. Hát ez történik itt is, kedves testvérek. Fölemeljük szívünket, mindjárt fogjuk mondani a Szentmisében, fölemeltük az Úrhoz, ez a helikopter, hélikopter, ugye, fölemelkedünk. Majd miután Jézussal betöltekeztünk, elindulunk, és hirdetjük a szeretetet. A Krisztus föltámadt. Ezt esetleg ennél nagy öröm nincsen. És minden egyes embernek megvan a maga küldetése, maga feladata. Higgyék el nekem, az életben számtalan olyan történettel, szomorúsággal találkozhatunk, ami egyszerűen a föltámadásnak a ténye nélkül értelmezhetetlen, sőt, hát a magunk életét sem tudjuk értelmezni, de amikor egy ilyen nagy-nagy szomorúsággal találkozunk, amivel biztos, hogy önök is találkoztak már, a föltámadás nélkül nem tudjuk értelmezni. Most, a mai napon, amikor Krisztus föltámadását ünnepeljük, a mi föltámadásunkért hálát adunk, imádkozunk azokért a nagyon-nagyon szomorú emberekért, akiknek miük nincsen hitük. Akiknek nincsen hitük. És ebből következik nincsen reményük. És nincs igazi olyan szeretetük, amit az Istentől kapván átitatja, átjárja ezt a világot. Hány ilyen szomorú, megtört ember van, és nem azok, kedves testvérek, elsősorban, akiket oly sok csapásért. Mert talán pont a sok csapás és a sok nehézség ránevelte, vagy rádöbbentette őket arra, hogy kell lennie mennyországnak. Hanem általában azok az emberek, akik úgy jól el vannak. Akik ezen a napon is inkább a tárgyi valóságokat mustrálgatják. Saját sebeiket nyaldossák. A másiknak a életében kotorázgatnak, az adok-veszek szintjén mozognak. Ezek nagyon szerencsétlen emberek, bele vannak bonyolódva ebbe a világba. Isten szabadítsa meg őket. Isten szabadítsa meg őket ebből a börtönből, ebből a sírból. Hogy hengerüljenek el az a nagy kő onnan az ő sírának a bejáratától. Ez az Istennek a kegyelme. Hogy ki tudjon lépni. Hogy mint Lázár, föltámadásakor, bár Lázár erre a világra támad föl, nem a mennyországra támad föl, ez nagyon fontos, de Lázár föltámasztásakor Jézus elhengerítette a követ, bekiáltott Lázárnak, akin rajta kezdve, hogy gyógyts leplek, hogy Lázár, jöjj ki! Lázár pedig kijött. Leoldották teljesen róla ezeket a bigyókat, hogy tudjon mozogni. Hát az Isten így tegye szabaddá
amirünk Jézus Krisztus által ezeket a bezárt, megkötözött embereket, hogy Krisztus szabadságában, világosságában, Krisztus boldogságában, igazi lelki békében tudjanak élni velünk együtt. Ez a mi húsvéti ajándékunk, hogy ennek a kegyelmét megkapjuk, és egyben az, hogy ezt mi tovább adjuk, miként Pál apostol idézi Jézus Krisztust, mert nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ne csak elfogadjuk az ajándékot, visszatérve a Csoki Nyuszira, hanem meg tudjuk ajándékozni a felebarátunkat a Csoki Nyuszival, ugye, testvérünket, és hogyha legalább 51%-ot elajándékozunk, akkor az már valami, tehát ha 50% csak 50-50, 51% minimum, és lelkiekben is minél inkább tudunk másoknak a megvilágosodásáért, a föltámadásnak az öröméért tenni, cselekedni, imádkozni, áldozatot vállalni, róla beszélni és tanúságot tenni, annál nagyobb lesz a mi örömünk is Jézus Krisztusban. Amen. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiad halálában és dicsőséges föltámadásában az örök boldogságra. Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy az ő második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, újongó, húsvét örömmel ajánljuk föl áldozatunkat, mely által csodálatosan újjászületik és növekszik egy házad, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk Urunk téged, de különösen ezen a szent ünnepen, mikor áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, s föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre,
A nagyvilág örvendezve újjong a mennyei erők, s hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, s vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségén. Ez a vér, értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott hirdetjük, Urunk, és hitre vagyunk. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a szentélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, Szent István és László királyainkkal, a magyar szentekkel és boldogokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a szentélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus föltámadásakor így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Jézus Krisztus, béke fejedelme, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletekben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Életemnek minden napján,
hogy az Úr házában lakjam, időt nem idő. Könyörögjünk. Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy a húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges föltámadásra Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves esérek, a hirdetés hátul van, vigyék el, nagyon szépen kérem, olvassák el. A gyönyörű szép Kubinyi Anna kiállítás hétfőig lesz látható, utána elbontják a művészenek a temetéssel, illetve a gyászmésével kapcsolatos hirdetést, azt olvashatják a szórólapon, illetve a kijelzett partecédulán. Imádkozik már valamennyünkért. Nagy kitüntetés ez valamennyünk számára, hogy még a föld életében az utolsó kiállítást itt, a mi templomunkban tudtuk megrendezni. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog, szép húsvét ünnepeket szeretnék kívánni, Krisztus föltámadását, ragyogását, örömét vigyük el plebarátaink szívébe, lelkébe. Adja Isten, hogy a föltámadt Krisztus járjon előttünk, ő világítson, ő ragyogjon bennünk, általunk, körülöttünk. Ez a sokszor olyan szürkének és komornak vagy összevisszának látszó világunkat, az ő tiszta fénye tudja átragyogni, megszentelni általunk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, járjunk békében. Alleluja, alleluja! Istennek legyen hála, alleluja, alleluja!